A Mutsch Ungarreisen szervezésében Frankfurtból érkező első charterjárat ünnepélyes fogadásával hivatalosan is megkezdődött a szezon a Hévíz Balaton Airporton. A hévízi önkormányzat által üzemeltetett repülőtéren ezúttal is számos újdonságról számolhatott be a város polgármestere. Vannak új események, fejlemények is a reptérrel kapcsolatosan, akár beszélünk a PA Turisztik Mutsch Ungarreisen utazási irodáról, amely most már más nyelvterületekről is, illetve német nyelvterületen belül, adott esetben belga és svájci területéről is érkezhetnek gépek, illetve azt gondolom, hogy a Green Travel idei szezontól való indulása a Hévíz Balaton Airportról újabb reményeket és újabb utasokat kiutazó és majd talán beutazó utasokat is hozhat. Kérdések még vannak egy prágai járattal kapcsolatosan, illetve különböző skandináv charterekkel kapcsolatosan, de összességében azt tudom mondani, hogy azt a számot, amit tavaly évben a reptér hozott utasforgalomban, ezt a 33 ezres utasszámot mindenképpen azt gondolom, hogy teljesíteni tudjuk, sőt ezen túl tudunk 1-2 ezerrel lépni is. A jelenlegi mutatók alapján hasonló számokat várunk, mint a tavalyi évben. Sajnos növekedésről még nem számolhatunk be, de tavalyi évi eredményeket várakozásaink szerint el fogjuk érni. A PA Turisztikkal együtt különböző területeken új marketing aktivitások történtek, amiből csoportokat várunk nem csak Hévízzel, hanem a Balatonparti szállodákban is. Honnan? Németországi nagyvárosokból, az idén Hamburgból és Berlinből két hetente érkezik járatunk, heti rendszerességgel fogadunk utasokat Düsseldorfból, Friedrichshafenből, és a legelső charterünk a megszokott a Frankfurtból április 11-től október 24-ig érkezik, amely járatot a mai napon 77 utassal fogadhatunk. Vannak még mindig olyan járatok, amik továbbra is függőben vannak, a tárgyalások továbbra is folynak. Mi nagyon reméljük, hogy a forgalom nem fog csökkenni, talán még növekedést is sikerül elérni, hogyha ezek a jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások pozitív eredménye zárulnak. Mi a helyzet a teherforgalommal? A teherforgalommal hál' Istennek beindult, és már az idei évben is fogadtunk teherszállító járműveket, illetve van tervbe véve még további 2-3 árusjárat, így rövid határidőn belül, amit látunk. Az egyetlen úgymond problémánk ezzel az, hogy hosszú távon ezzel tervezni nem lehet, ezek adhok járatok, és tulajdonképpen nem tőlünk függ. Két helyi önkormányzat által létrehozott társulás az, aki itt folytatja a mentesítést a külső területeken, és a mentesítés rekultivációja keretében a mentesítés során felszedett iparvágányt visszafektetik. Tehát tulajdonképpen innen, ahol most állunk, az utasterminától egy 100-150 méterre fog véget érni az iparvágány, úgyhogy tulajdonképpen elérhető közelségben lesz a vasúti összeköttetés is a repülőtérhez. A megnyíló vasúti összeköttetés az új üzleti lehetőségekkel a jövedelmezőséget is javíthatja. A repülőtér üzemeltetésében egyébként az idén sem marad magára Hévízváros önkormányzata. A napokban érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az az 50 millió forintos támogatás a reptérre, ami 2014 évre szólt, ez a számlánkon is van az összeg. Kecsegtetnek bennünket a tárgyalások, hogy az idei évtől hosszú távon rendeződni tud a két nagyvidéki reptér sorsa anyagilag, a támogatása, így a Hévíz Balaton Airport-e is. Én azt gondolom, hogy ennek 1-2 hónap is ezek a szerződések megköttetnek, tehát ettől a pillanattól fogva ilyen módon ezek a támogatók, akikről eddig is beszéltünk, és a szolgáltatókat se felejtsük ki, azt gondolom, tehát a turizmusban lévő szállodák, a környék szállodái és elsősorban Hévíz szállodái maximálisan támogatták eddig is a repteret, vagyis a reptér marketingjét, amit a törvény megenged, őrájuk azt gondolom számíthatunk, és hát reményeink szerint az idei szezon is arra fogja sarkalni majd adott esetben a környező településeket és különböző turisztikával foglalkozó szervezeteket, hogy ők is részt vegyenek ebben, hiszen a Hévíz Balaton Airport nem Hévíz reptere csak, hanem a térség reptere, Nyugat-Magyarország reptere.